Sigér, illetve Volent a kezdőkörben. A Balmazújváros kezdte a mérkőzést, amely Fehér Felsőben szerepel a mai találkozón. A Soroksár együttese tiszta zöld felszerelésben lép pályára. A találkozó játékvezetője Vad 2 István, az asszisztensei Szilágyi Norbert, illetve Punyi Gyula, míg a tartalék játékvezető Takács János. Volent már a 16-oson belül a visszagurított labdájába. Kapacina lőtt, de az egyik védő útját állta ennek a lövésnek, és Balmazújvárosi szöglet következik. Farkas lövi el a szabadrugást, és veszélyesen jött középre, a Léc alól ütötte ki Holzer, aztán az ötösről öklözte ki a labdát, még mindig ott van Bokros, Sigér, nem volt jó az a visszagurítás, ebből pedig fordulhatnak a soroksáriak. Holzer kirúgása. Ez a vendégeké. Felpörgetik a labdát, egy szép lövés, és megszerzi a vezetést. A Soroksár a semmiből gyakorlatilag, ez nagyon nem volt benne a játékba, bár az utóbbi percekben letelepedett a Soroksár a Balmazújváros 16-osának előterében, és Pesz meg Viktor góljával megszerzi a vezetést. A Soroksár a 25-26. Percben előnyben a vendégek. Holland belényesi. Belényesi lő, nem is volt az veszélytelen. Holzer repült, de elment a labda a bal kapufa mellett, ami a nagyobb probléma, hogy kívülről történt mindez. Haris lő, nem merte megfogni Horváth, nem volt veszélytelen, de ezen a talajon ezt nem lehet megfogni. Egy kis szöglet, Farkas, jól jön középre, és nem tudjuk közvetlen közelről bepréselni az egyenlítő gólt. És Holzer kirúgásával vége az első játékrésznek, Vad 2 István nem hosszabbít semmit. Pillanatokon belül kezdődik a második játékrész. Először is kijavítanám saját magam, hiszen gólszerzőnek Pesz meg Viktort mondtam, de nem, hanem Huszák Tamás találatával vezet a Soroksár, mely a második játékrészt ebben a pillanatban el is kezdte. És egy jó mélységi indítás Lovrencsicsnek, kipattan a labda, Lovrencsics! Ő reagált a leggyorsabban a kipattanóra, és ezzel megduplázza a vendégek előnyét. Újabb hiba a védekezésben, ezek nem férnek bele. Gyakorlatilag a második lehetőségéből a második gólt szerzi az 59. percben a Soroksár. Így egyre nehezebb helyzetben a Balmazújváros. Ez a gól sem volt benne a játékban, bár a második játékrész alapján nem is volt benne a gól a játékban. És egy jó mélységi indítás Lovrencsicsnek, kipattan a labda, Lovrencsics! Ő reagált a leggyorsabban a kipattanóra, és ezzel megduplázza a vendégek előnyét. Egy szép akció a vendégektől, Pál megtolja a labdát, Horváth késett egy ütemet, és 11-es. Gyepes Gábor büntetője elkerüli a kaput, hát hova lőtte? Gyepes Gábor az égbe lőtte a büntetőt. Vajda jól jön középre, és nem találja el közvetlen közelről a labdát Papp Ferenc. Volent már a 16-oson belül, Volent már az alapvonalnál, és egyedül próbálta megoldani. Máté pedig széttárja a karját. Csillus. Csillus a 16-oson belül. És Horváthnak kellett egy nagyot menteni a 88. percben.
eldönthette volna a mérkőzést a Soroksár. És most Varga viheti a 16-oson belülre a labdát, de ő is jócskán fölélő célt tévesztett. Nem jut el a labda Mátéhoz, és egy átlövés. Bódis lövése lecsúszott, így ez nem találta el a kaput. És ebben a pillanatban letelt a hosszabbítás is. Huszák Tamás, illetve Lovrencsics Balázs góljaival. Balmazújváros, Soroksár 0-2. Nagyon büszke vagyok játékosaimra, hiszen ilyen pályán azt mondom, hogy nagyon jól játszottunk, nagyon sok helyzetet alakítottunk ki, viszont ennyi helyzetet nem lehet büntetlenül kihagyni, így nem marad más, mint hogy gratuláljunk az ellenfelünknek, hogy elvitte innen a 3 pontot. Több szempontból is nagyon várták a mai összecsapást, hiszen egy elhalasztott mérkőzésről volt szó, illetve két remek formában levő együttest játszott a mai nap folyamán. Ennek megfelelően mind a két csapat győzelemre törekedett egy rendkívül nehéz talajú pályán, amihez azt gondolom, hogy már nekünk sikerült jobban alkalmazkodni, és így sikerült megszereznünk egy rendkívül értékes 3 pontot jó játszó csapat otthonába. A két csapat azt gondolom igazolta is a jó hírét. Mi hiányzott elő? Mi volt az a kicsi plusz, amivel be lehetett volna préselni legalább egy-két találatot, egy pontot mentsünk itthon? Hát, hogy pontosabbak legyünk, hiszen az utolsó döntések voltak azok, amik nem úgy sikerültek ezen a mérkőzésen. Valamint kétszer azt mondom, hogy szerintem nem csak rajtunk múlott, hanem az égiek ma nem velünk voltak. Helyenként mind a két csapat, amennyire a talaj engedte, próbált futballozni. Próbáltuk, de azért nyilvánvalóan ilyenkor hosszú labdákra kell berendezkedni egy ilyen talajon. Ezt mind a két csapat megpróbálta megoldani. Erre gondoltam, hogy amikor nekünk ez védekezésben jobban sikerült. Miben múlt a felül a Soroksár a Balmazújvárost? Védekezésünk a levegőben az jól sikerült, ezekre a fölívelésekre jól tudtunk reagálni, és abból jól tudtunk kijönni 2-3-szor a középpályán az első félidő, amíg a gólt szereztünk, és az első gól az nagyon fontos volt, egy ilyen mérkőzésen fontos. Hogyan tudnak a játékosok ahhoz alkalmazkodni, hogy egy-két helyen azért tócsa van, ami annyira most nem is látszott, de mégis megtréfálta ez a játékosokat, gondoljunk csak egyszer, amikor Horváth Lászlónak haza próbálták adni a labdát. Hát meg Varga Kevinnek azt mondom, hogy lőhelyzetnél megállt a túlcsába a labda, meg jó, hogy nem sérült meg. Nagyon nehéz volt, de mint mondtam, tehát becsületesen dolgoztak a játékosok, és nagyon büszke vagyok rájuk, mert az utolsó másodpercig mentünk előre, hogy ebből legalább egy pont legyen. Egy hétig készültek a Balmazújváros elleni találkozóra, ezt követően viszont még egy hetet rá kellett szánni. Mennyiben volt másabb a második hét, mint az első? Tulajdonképpen azokat a taktikai elemeket, amiket megbeszéltünk, azokat már az előző héten tudtuk, nem is játszottuk más, ugyanaz az elképzelés volt. A csapat is egy helyen változott, úgyhogy ennyi az. Másban annyi volt, hogy talán egy kicsit frissítettünk még a játékosokon a második héten. Ez a győzelem azt jelenti, hogy a Soroksár megközelítette a Balmazújvárost. Mi a célja az együttesnek? Nem foglalkoznék ezzel, a következő mérkőzés megnyerése ez a célkitűzés. Mindig azt szoktam mondani, hogy majd a vége felé látjuk, hogy van. Természetesen szeretnénk minél följebb végezni. Az alapcélkitűzés az, hogy a tavalyi 7. helyezésünk elé érkezzünk be. A rövid passzos játékainkat most nem tudtuk játszani. Igen, tehát ezen a pályán sem lehetett a saját játékunkat játszani. Amit játszottunk, az pedig most nem volt célra vezető.